A Budafok Tétény Kert barátkör tagjai emlékfát ültettek a Klauzárház udvarán október 29-én. A kultúrház kertjébe elültetjük a kertbarátok fáját. Azért kerül most sorra, mert ebbe az évben 55 éves a kertbarátkörünk, és így az évforduló tiszteletére ültetjük ma ezt a nyírfácskát. Azért ide, mert mi itt élünk. Gyakorlatilag itt van minden foglalkozásunk, tehát nekünk ez a hivatalos helyünk, és úgy gondoltuk, hogy itt a kertbe a kerületnek egy olyan helyén, amit bárki megnézhet majd később is, és emlékezhet ránk kertbarátokra. A Klauzárház igazgatója Gazdik István is segített a fa elültetésében. Legkésőbb tavaszra fogunk ide egy emléktáblát is rendszeresíteni, ide tenni, ami majd megörökíti azt, hogy ezt a fölajánlást a kertbarátok tették. Nagyon szépen köszönöm. A körnek jelenleg 84 tagja van, akik aktívan részt is vesznek a házban tartott foglalkozásokon, előadásokon. A kertbarátkör 55 évvel ezelőtti létrehozásának célja a mai napig ugyanaz maradt. A kertjüket művelő embereknek segítséget nyújtsonak. Egyrészt a anyagok beszerzésében, fák beszerzésében, magok beszerzésében és egyáltalán elméleti tudást biztosítani nekik előadásokon keresztül a kertművelés minden egyes műveletéhez. Ez a jelenlegi kertbarát körnek is egyik, hát erre épül fel az egész legfontosabb feladata, hogy ezeket az embereket összefogjuk, megfelelően tájékoztatjuk, és segítsük különböző dolgok beszerzésébe. Így történt ez ma is, például gyökéritatót akciósan szereztünk, már szét is osztottuk épp az előbb, hogy aki ősszel fát tud ültetni, arra föl tudja használni, majd hogy hogyan kell felhasználni, mindjárt az ültetésnél én is bemutatom, mert ez a fa is megkapja a gyökéritató készletét. Október hónapban Magyar Lajos, a Kertészeti Egyetem egyik tanára tartott prezentációt az őszi munkálatokról a gyümölcsös kertekben és a szőlőkben.